Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök VNTV-t vagy Mi van a Tudor televíziót látnak a VNTV könyves polcára című sorozatunkban. A Kiút című könyv szerzőjét szeretném neked bemutatni, Szollár Szilvia Katalin, de ezt mondta, hogy ez nem kell, de mondjuk személyében. Érdekes, ahogy te ide kerültél, ugye? Tehát én pár napja még azt sem tudtam, hogy létezel. Ugye, nekünk minden napra be vannak osztva a kis felvételeink. Pont ma egy prominens, kedves vendégünk elmaradt, és hát akkor én eljövök, és el is küldted a könyvedet, amiben én belenéztem, és annyira csatlakozik ez ahhoz a gondolatvilághoz, amit mi itt nyaldosunk igazából, amire te most ráismertél, hogy van az, hogy bizonyos szituációkban az ember saját számára is megmagyarázhatatlanul reagál dolgokra, nem tud az életében olyat találni, ami erre rákényszerítené vagy determinálna őt. És akkor te ezzel elkezdtél foglalkozni, és egy olyan mondatot írtál ide, amit nagyon-nagyon szeretném, hogyha kifejtenénk. Generációkon átívelő életvédő mechanizmus hatás hétköznapjainkban. Tehát kvázi azt mondod, hogy az életünket befolyásoló tényezőket, ez epigenetika, hogy mit hoztunk, stb., de hogy ezek ilyen direkt módszerekkel kimutathatóan láthatóvá tudod tenni, hogy milyen generációs hatása te életedben mit tesz, és a könyv végén viszont egy olyan módszert is tudsz adni, hogy az emberek ezektől a soha nem ellenőrizhető, tudatalattiból feltörő dolgokra ráolvassanak, vagy kimondják az igazságot, és utána ezek erejét veszik az életünkben. Én csak egy kis bevezetőnek szántam ezt, de az egészet, hogy kezdted el, milyen saját életedből való példákat tudtál hozni, és ki hogy tudná ezt a generációs ásást elkezdeni az életébe, ha elolvas ezt a könyvet például. Köszönöm, nagyon szépen összefoglaltad. Magam sem tudtam volna jobban. Igazából minden ember azért áll neki kutatni, aki nem kutatásra született, mert nem alapszakmám nekem, sem a pszichológia, sem a genetikával való foglalkozás. Az alapvégzettségemnek van köze a biológiához. Miért a saját családunkban a problémáinkat nehezen kezeltük. Én magam ebben a tekintetben egy állatorvosi ló voltam, rengeteg nehézséggel küzdöttem az életembe, és nyilván ezért lettem kíváncsi, hogy mi lehet a kiút az én életemben, és szerencsére rábukkantam egy olyan szabályra, amit talán nagyon sok ember számára lehet a kiút, hiszen a biológia egyetemes. És ez az egyetemesség, ez megmutatkozik a véleményem szerint az emberi alaptermészetben is. A könyvben nagyon nehéz eseteket mutatok be, mert azon a legegyszerűbb bemutatni a szabályosságokat. Ezek a generációkon átívelő jelenségek, ezek ismertek. A tudattalan törvényei ismertek, ebben semmi új nincsen. Én inkább csak a káoszban összekötöttem egy szállal a káosznak a pontjait, és egy nagyon szép rendezettséget kezdett el mutatni. Azt mindannyian tudjuk, hogy főként tudattalanul tevékenykedünk napjainkban. Barnai Roberto nagyon szép példával robotpilóta üzemmódnak hívja az ébrenlétet, amibe kapcsol az ember azért, hogy az életét megvédje, és ez testi tünetekben meg is tud mutatkozni. Tudjuk azt is, ismert már, hogy a tudattalan és az a picike kis tudatos rész az nem válik el életesen egymástól, mert a freudi jéghegy modellhez hasonlóan mindegyik jégből van. Mégis azt hiszük, hogy tudatosak vagyunk.
azt is nagyon sokan kutatták már előttem is, hogy mi az, ami motiválja a tudattalant, és az a rengeteg transgenerációs kísérlet és megfigyelés, ami 700 évre visszamenőleg igazolta, hogy a családtagjaink drámái, ők drámáknak fogalmazták ezt a jelenséget, hatással vannak valamiként az életünkre, ezt a Jung és munkatársai is már leírták, érezték, Szondi Lipót, most nem akarom felsorolni, nagyjainkat Schützenberger 42 évig kutatta, és az az összekötő szál, amit a saját családomon, baráti körömön és a klienseimen, akik hozzám tanácsért fordultak, észrevettem, az az életveszélyeknek az előfordulása a családban. Azt tudjuk, hogy életveszély nélkül is létezik egy generáción átívelő életvédelem, amikor ezt már a enzimaktivitás vizsgálatokon Yehuda bebizonyította, hogy az egyéves születésnapunkat megelőzően mindent megismétlünk, ami túlélhetőnek bizonyult. Tehát azokat a szülői, magzati érzelmeket. Viszont ezen kívül is működik egy, a családunk és a saját életveszélyes helyzeteinket lefényképezi az agyunk, talán ez a legjobb hasonlat rá, és ha túlélte valaki, vagy én a saját életveszélyemet, akkor újra és újra létrehozom ezt a helyzetet, az érzeteket, a társadalmi státust, mindenféle körülményt. Ha pedig valamelyik családtagom elhunyt, akkor minden körülmény ellenében élek kényszeresen, és a választásaimban ez nyilvánul meg, és erről nem tudunk. Említetted ezt, hogy ugye a túlélés, halálfélelem, ugye, de itt, hogyha az előző generáció, például az én szüleimről beszélek, akkor nekik ez az egzisztenciális katasztrófa, amikor több generáció összerakott valamit, falunak ő volt a vezető, és mindenét elvették, és földön futóvá tették. Igen. Akkor ugyanez a következő kategória a párkapcsolatoknál, a szerelmi csalódások, anya-apa példája, stb. Több generációra vissza. Ezeket egy kalapba lehet sorolni, vagy ezeket mind külön-külön kéne vizsgálni? Érdemes külön vizsgálni, de a mechanizmus az egy. Ha valaki egy szerelmes párkapcsolatban elvesztette a gyermekét, vagy a párját, akkor igen nehezített az utódgenerációnak a szeretetteljes párkapcsolat kialakítása. Ezt eddig 200 esetből 200-szor tapasztaltam és leírtam. Hány ilyen esettanulmányt végeztél idáig? Eddig 200 körül van, 200 a könyvben 150 tünet került felsorolásra. Csak itt a könyvben elkezdi nézegetni, fölismer nagyon sok ember a saját kis életére. Igen. És amikor fölismerem ezt a dolgot, ezt műveltem, ez az igazság felszabadít, elpukkan a lufi, és nincs tovább? Tehát igen, nagyon gyors. Egyszerű? Ez ennyire egyszerű, nagyon gyors a sikerélmény. Viszont az életvédő mechanizmusok ennél azért furfangosabbak, és ahogyan a Freud is, hogy aki ezzel foglalkozik, egy ilyen bűbájos kis lényként lehet elképzelni, Eckhart Tolle is így azt állítja, mintha többen volnánk saját magunkba. Ő a tudattalan próbál velünk együttműködni, de nem hisz nekünk. Ezért a feltárt dolgokat igyekszik visszatuszkolni a tudattalamba. Amikor védő angyalokról beszélünk, hogy azok védik az életünket, akkor ezek a te felfogásodban ilyen önvédelmi rendszerek, amik működnek, és úgy tűnik föl, mint hogyha védő angyalunk tenni ezt? Biztosan van ilyen is, olyan is. Azért meggyőződésem. Volna igen. Kitenni, ők is ugye? Csak hozott anyagból dolgoznak, tehát biztos használják a gyakorlati forgatókönyvet, de én azt gondolom, a jelenség azért két külön jelenség. Mert hogyha mindenki úgy őszintén leül egyszer, és végig gondolja az életét, hogy milyen olyan szituációk voltak, amikor lövése nincs, hogy került tovább. Igen. És akkor vannak banális esetekben, amiben viszont el kell mennie, és az ember nem is ért, hogy lehetett egy olyan dologba belehalni, és akkor föl kell fognia, hogy akkor ott neki az útjának véget ért, és hogyha még dolga lenne itt, és ez egy nagyon jó hír, addig az angyalkáid mindig-mindig segítenek, ők az egyik csoport, és a másik, amit te magadért meg tudsz tenni, hogy ez a generációkon át ívelő, minek hívnád ezt? Sorsküldetés, sorsfeladat, vagy hátizsák, puttony, vagy mi ez az egész, amit viszünk ki magunkon?
teher. Teher. Mi egyszer egyébként Geléri Juliannával beszélgettünk, és elneveztük az egészet fekete doboznak. Tudod, nagyon ami, amit onnan a sötétből mindig följön, és aktiválódik az életedbe. Igen. És nem tudod, van egy nagyon érdekes példa a könyvedben, amikor ilyen kaotikusnak lévő pontokat az életedbe egyszer csak képes egy összehúzni egy speciális vonallal, és kialakul maga az a dolog, ami valószínűleg ami mozgatja. Az első felismerésed érdekelne. Mi volt az első példa? Nyugodtan mondtad, hogy te családos, stb., hogyha megtisztelsz minket pár ilyen példával. Aki megveszi a könyvet, úgyis elolvassa majd, hogy, hogy milyen családi drámák voltak, aminál beindította ezt az önvédelmi szituációkat. Hát a legelső, azt ugye nem mondhatom meg, hogy ki volt, mert ugye véd ez a, ez a titoktartás. A családomból inkább idézek, mert a legelső az egy ismerősömmel történt, és nagyon, nagyon nehéz sors, és az ismerőseim rájönnének, hogy ki az, tehát akkor nem azzal kezdtem, ami a legelső, hanem inkább ami elindított. Az egyik rokonom évekkel ezelőtt, akkor még nem sejtettem, hogy a mechanizmusok érdekelni fognak, az életvédő mechanizmusok, de elmesélte, őt közvetlen közelről fejbe lőtték többször, és túlélte. És ő a gyilkosáról olyan szeretettel beszélt, hogy még most se tudok érzelmek nélkül beszélni erről, mert én akkor felnéztem az égre, és azt mondtam, miért pont én nekem kell ezt hallani? Hogy mi dolgom van nekem az ellenségünk szeretetével, hogy lehet így élni, hogy valaki a saját gyilkosáról szeretettel beszél. És ezek a mindenkinek vannak ilyen egymondatai, amiket különböző gondolkozók különbözőképpen neveznek el, amik utána úgy sínre teszik az embert egy életre, és ez belefúrta magát a fejembe, és nem hagyott nyugodni. Persze, aztán gyorsan beszereztem ellenségeket is, akin lehet gyakorolni, és nagyon remélem, hogy sikerül. A megértés, az ellenségeinknek a megértése, mert az ember persze átcsap utána abba, hogy jaj, szeretem az ellenséget, de jó, ide lőjetek, de nem ez az út, hanem a megértés. És erre is aztán mindig találkoztam olyan emberekkel, akik egy gondolattal tovább kísértek ezen az úton. Ez egy bencés apát volt, aki épp a megértésre hívta fel a figyelmemet, és így találtam rá erre az útra, és addig csiszolódott, amíg a biológia úgy tálcán nyújtotta a megoldást. Még ezt a Viskót is 15 évvel ezelőtt olvastuk először, igaz, ami ugyanerről szól, hogy igen, hogyan tudod megérteni is elfogadni, nem elfogadni, megszeretni a gyilkosodat, mert igen, Istennek mindegyik szeret, egy gyermek a gyilkos, és meg az áldozat is egyébként. Hát nehéz dolgok ezek egyébként, igen, ugye aki már lőtt valaha, csak nagyon kis kaliber kell lehoz, de 3-4-szer valakit fejbe lősz, hogy megmaradjon, de annak is valamiért oka igen volt, hogy... Igen. Ki tudja talán épp, hogy elmesélje nekem, ugye ezt nem... Ezt a hálót borzasztó tudjuk nehéz föl fogni, hogy áttételesen mit miért történsz, mész az úton, ezer egyszer nincs ahhoz közöd az a szituációhoz, de neked a dolgod van, akkor pont oda fogsz kerülni, amikor neked a dolgod van. Igazából egy picit szerintem ad erre megoldást az életveszélyek biológiája, mert hogyha ennél a hölgynél maradunk, akinek az arcába lőttek azt hiszem annyi van egy tárban, és jól emlékszem, hogy 6 golyót kapott az arcába, ott visszavezethető egy első világháborús életveszély túlélésre. Aha. Ez a történet, tehát hogy a gyilkos miért lőtt, és aha, miért pont úgy lőtt, hogy az túlélje. Aha. Mert az illetőnek a nagypapája, a gyilkosnak a nagyapja, ő első világháborúban szolgált, és azt köztudott, ez egy történelmi tény, hogy a katonák megszerették egymást, barátkoztak a frontokon. Rájöttek, hogy semmi bajuk nincs egymással, karácsonyfát adtak egymásnak, ez egy ilyen híres történet is, és tény, hogy ennek a gyilkosnak a nagyapja is ott járt, és úgy igyekeztek az ellenséget megmenteni, hogy egymásra rálőttek, mondjuk a lábára, vagy a karjára, de hát azért ez egy élet elleni támadás. Életveszélybe hozták egymást, de akkor mehettek haza.
vagy pedig egymás feje fölé lőttek, de hát amikor ezekkel a rendkívül pontos célzó berendezésekkel az első világháborúban úgy lődöztek, ez mindenképpen életveszélyes bántalmazásának minősült a szeretett ellenségnek, tehát a régi ellenségnek, az új barátnak, és meg is sérült a papa, és az ő családjában végig megfigyelhető. Az egész családot végig kíséri egyfajta skizofrén állapot, amiben a szeretett személyeket életveszélyesen megtámadják a családtagok. Ugyanez történt ebben a családban. Hát hol hatlövetővel, hol... A Coltnak van egyedül hat lövetője, az összes többé. Nem kell neked tudni. Igen. Hogy, na, ez egy elég abszurd így első alásra, érdemes a könyvet elolvasni, hogy köszönöm. Mi újság, és hol van a végén, kifejted ezt, hogy lehet ezektől megszabadulni, hogy van a felismerés, hogy van a megoldás, az önvédelem hogy működik, akkor igen. Köszönöm a kérdést, mert erősen gondolkoztam, hogy mi lehet a megoldás, hogy ez egy több éves folyamat volt, amíg gondolkoztam, amíg útmutatást kerestem, kértem, és kaptam arra, hogy mi lehet ebből a kiút, és arra gondoltam, hogyha az ember a legkifinomultabb rendszer, pillanatnyilag a bolygón, akkor itt a beszédnek elképzelhető, hogy köze van az életvédelemhez is, és mivel az érzelmeinket, tehát amikor elképzeljük az ősi időkben, hazamentek a vadászok a veszélyes helyről, akkor igyekeztek elmutogatni az ilyen természeti népek a mai napig nagyon sok időt szentelnek a beszédre, a veszélyes helyzetek kibeszélésére, átbeszélésére, és mi magunk is, amikor életveszélybe kerülünk, egy karambolt elszenvedünk, akkor újra és újra el kell mesélnünk ezt az életveszélyt, hogy kibeszéljük magunkból, és ez a beszédkényszer, ez elgondolkoztatott, hogy van ennek életvédő funkciója, és meg is született már az első olyan eset, amikor egy újonnan bekövetkezett életveszélyt a család átbeszélt, és a valós életvédő funkcióval rendelkező körülményeket, tehát hogy mondjuk a hölgyet óvta a társa, és szólt neki, hogy vigyázzon, mert jön a vonat. Ez beépült a családba a társas viszony. Addig nagyon magányosan élt a hölgy, de mivel ott magányos volt a párkapcsolatában, de mivel ott ebben az életveszélyben a társa mentette meg az életét, úgy beszélték át, kibeszélték magukból, hogy ami valós életvédelmi funkció működött ott, valós életvédő körülmény, azt tudatosította, és azóta már olyan helyzeteket hoz létre a hölgy az életébe, hogy rá vigyáznia kell a társának, és így rögtön egy egész más életminőséget él azzal, hogy kibeszélt egy életveszélyt. Nem tudom, hogy a lelkesedés hevében sikerült-e logikusnak maradni. Logikusnak maradni, de rávényítottál egy olyan érdekes dologra, hogy a párkapcsolatokban nagyon magányosan érnek az emberek, igen. című dolog. Igen. Tehát az, hogy kit vettem el, vagy kihez mentő férhez, azt sokszor egy egész életen át nem tudják meg, hogy igen. ki mit hordoz a másik. Vannak ilyen nagyon jókedvű, kedves, stb. Társadalmi formában, de hogy mit hordoz a másik magába, arról csak esetleg ilyen szituációkban lehet szó, és hogyha ezt igen. ki tudják beszélni, vagy esetleg a másik föltárja a lelkét a másiknak, mielőtt bekövetkeznének az események, akkor már meg lehet előzni, hogyha jól értettem, akkor erre ilyen a dolgot, hogy kibeszél otthon, beszélgess el otthon apával, anyával című. Igen. A gyerekeddel, hogy a gyerek is miket gondol, tudod, sokszor olyan hallgatag ez a gyerek közben, nem mondja el, ami igazán a szíve mélyén van, mert nem tudja elmondhatja, hogy egyáltalán ilyenről beszélhet-e, és hány ilyen, egy ilyen sötétben bujkáló érzés van az emberekben, amit soha még a pszichológusunknak sem mondunk el, mert igen. lehet, hogy akkor még kibeszél engem, vagy bármit. Tehát ezt mind hoztuk, ez nem a miénk, ha ezt kell igen. lakni. Családállításról hallottál te egyébként, igen. vagy voltál is esetleg? Ó, számtalan szó. Na, tehát ott is hasonló dolog van, tehát nem mennek vissza 700 évig, amiről igen. te beszéltél, 4-5 generáció, és akkor, mikor megkapom azt a súlyt, amit én viszek más helyet, és azt fogom, ott le tudom tenni, vagy visszaadom annak, aki van, hogy mennyire óriási, és hány ilyet hordozhatunk magunkkal. Ugye te csak egy-két igen. generációra visszamenőleg tudsz emlékezni, mert akik elmesélhetnék azt a 300 évvel ezelőtti rokonodat, na az már nincs itt. Igen. És ezt hogy tudod felfedezni, hogy milyen láncolattal jött ez az életedbe?
Nagyon könnyű visszakövetni szerencsére, mert kétféle életvédő mechanizmus összehangoltan működik. Tehát a 30 hónap, ez az első születésnaptól visszamenőleg, ez a 2,5 év, itt nincsen szükség életveszélyre ahhoz, hogy átöröklődjenek az ivarsejtekkel és feltételezetten szövetmemória még igazolása váró módon átöröklődjenek az életvédő információk, és emellett pedig az életvédő, tehát az életveszélyben megszerzett tapasztalat is átöröklődik. De hogyha mondjuk 700 évvel ezelőtt élt valaki életveszélyben, ennek a körülményeit lefényképezi, ez a legjobb hasonlat rá, a tudat talán, és eltárolja. És az utódok újra és újra, mondjuk ha szerencsés esetben újra túléléshez vezetett, vagy túléléshez zárult ez az életveszély, akkor az utódok újra fogják élni ezeket az életkörülményeket, és ez az oka annak, hogy 700 év óta még mindig itt vannak azok a körülmények, amiktől ők lehet, hogy szenvednek a felmenőink, de ha valahol valakinek egyszer az életveszély túlélése pillanatában körülményként fennálltak, és egy csomó közömbös körülmény is, tehát hogy konkrétan az is, hogy milyen színű ruhát viselt. Ez is indokolja azt, hogy ki milyen színű ruhát kedvel, vagy milyen színűt kerül. Most jön a csont. Igen. Hogyha én most már nem annyira, de régebben nem is élveztem, hanem érdekes temetőkbe járni. Tudod, hogy a gyerek, apa, szülő, az ő gyereke, igen, mikor hal meg. Igen. Ugye le lehet követni, hogy miben haltak meg, és akkor, igen, most jön az a másik fele. A nem túlélők hogy tudják megszakítani azt a fonalat, amikor anya, apa rákba halt meg 47 éves korában, és akkor lehet látni, hogy a gyerek valamilyen módon hozta ezt a mintát, és ő is 47 éves korában hal meg. Most ugye önvédő programról beszélünk, de ezek pontosan önbeteljesítő programok, amiről én beszélek, hogy ezt ugyanezzel a módszerrel, ha fölismerik, ugyanúgy lehet oldani? Az 50 éves kor körül, ez most azért volt nem jó példa, mert a fiatal korban, a korai halálesetek azok, amik inkább uralják az idézőjelbe vett sorsunkat, hiszen egy 47-50 körüli embernek az életvédő mechanizmusai, azok nem átültethetők mondjuk egy gyorsabb, egy mozgékonyabb 20-15 éves utódnak az életére, hiszen már abban azért érezzük, hogy egy kicsit lomhább a mozgásunk, más a reakcióidőnk, tehát általában a korai halálesetek és a korai életveszély túlélések azok, amik meghatározók, és amik valós életvitelmi funkcióval rendelkeznek, és ezt nem én találtam ki, bár én ezt tapasztalom az esettanulmányok kapcsán, de akire korábban Rael Yehuda, akire hivatkoztam, ő az enzimaktivitás vizsgálataiban kimutatta a holokauszt túlélőknél, hogy amennyi idős volt a szülő, a felmenő, a szorongása pillanatában, ha túlélte ezt a szorongást, ha fiatal volt, akkor jobban szorong az utód. Ez egy nagyon erős korreláció van a felmenői életveszély, életkor között, és az utódban a tünet erőssége között. Tehát 47 évesen ez lanyhul. És hogyha a kérdésedre is azért válaszoljak, ha mondjuk 25 évesen halt meg az apa és anya rákban, hogy visszakövethető-e, én nekem még nem volt ilyen kliensem, és sajnos csak arról tudok nyilatkozni, amit már tapasztaltam. És itt elképzelhető, hogy amikor csöngetnek oda átról, akkor el kell menni. De én nem kutattam még azt olyan jelenséget, amikor mindenki egy önbeteljesítő jóslatot végez. Elképzelhető, hogy Barnai Roberto és Hámer doktor óta tudjuk, hogy fizikai tünet nincsen lelki ok nélkül. Én pedig azt állítom, hogy lelki ok nincsen életvédő mechanizmusok nélkül, és alig várom, hogy ilyen eseteket lássak, mert hátha megoldást találunk, de annyira az elején vagyunk még, hogy erre a csontra nem tudok még válaszolni. Na, ez a lényeg a dolognak, hogy volt itt már pár ember, aki ezzel foglalkozott, és amikor az orvos megkérdezi egy betegségnél, hogy felmenő ágon volt-e hasonló betegség, igen, és akkor általában Úristen volt, akkor az ember agyában már ugyanott van ez a félelem, hogy akkor én is. Tudod, anya mikor halt meg, 47 igen, éves volt, és ezt látom, hogy temetően végig tudom követni a dolgot. Hogy, de most nem biztos, hogy pont rák, hanem baleset, vagy akármi. Saját példám,
8000 kilométer volt az autómban, amikor rám tolták az autópályán, és majdnem ott maradtam, és biztos, hogy mindent kifizette, mentem a következő autóm, és 8000 kilométernél, annélkül utólag láttam, újból garamboloztam. Tudod, de ezek a önbeteljesítő dolgok. Én csináltam egy programot, és a következő szituáció ugyanezt. Tehát nem is kell még egy életet vágni. Igen. Tehát, hogyha az ember magának ezt megcsinálja, mert például, hogy anya rákos volt, én is az leszek, abban a pillanatban ezt ki tudod szedni magadból, hogy nem, mert ez mind epigenetika, táplálkozás, gondolkodás, a lélek nyelve, a betegség, stb., hogy milyen úton jutottak el ehhez a betegséghez, hogy ugyanúgy tudod ezt kezelni és gyógyítani. Így van, tehát én azt gondolom, hogy ennek a két dolognak együtt párhuzamosan kell haladni, az egészséges életmódnak, a pozitív gondolkodásnak, a sporttevékenységnek, az egészséges élelmiszereknek, hiszen azért épp testben épp lélek. Épp, hogy élek, igen. De a Recall Healing című tudomány, tehát ők azért egész pontosan ki tudják mutatni, hogy mikorra várható egy-egy krízis az ember életében, amikor hajlamosabb balesetet szenvedni, vagy betegségekre. Na, erre mondom én, hogy determinális asztrológia, determinális és Recall Healing, mert amikor azt mondja, hogy ne menj ki, mert baleset lesz. Ki kell menned, biztos, hogy te megteremted. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a karmát ki teremti, hogy csináljuk, stb. Amikor ezt a könyvet el fogják olvasni, nagyon sok ember akar majd veled személyes konzultációt végezni. És akkor leültök beszélgetni, hogy akkor meséld el, hogy mi volt a történetben, hogy megy az anamnézis, hogyha ilyet lehet használni ezzel kapcsolatosan. Ez az egyik kedvenc részem ennek a feltáró munkának, hiszen kivétel nélkül minden esetben az első mondata a klienseknek az, hogy nálunk nem volt ilyen. Nálunk nem is halt meg senki. És akkor próbálom oldani azzal. Igen, tudom, 700 évre visszamenőleg senki nem halt meg a családban. Ezzel elkezd gondolkozni. Tehát ki kell billenteni az emberek többségét abból az állapotból, hogy rajtam nem lehet segíteni. Valamilyen úton, módon hozzám akkor kerülnek az emberek, amikor már tényleg mindent megpróbáltak, hiszen biztos azért, mert ez egy új dolog, és hogyha egy picit bármilyen úton, módon meghökkenést sikerül elérni, akkor az már egy félgyógyulás, mert akkor elkezdenek figyelni akkor az emberek. Igen. Igen. És akkor szépen, amikor nem emlékszik a családja életveszélyes helyzeteire, mert senki nem emlékszik, akkor elkezdenek beszélni a családban, a családtagad, hogy nem volt, és ha valaki kardoskodik, akkor szépen elindulnak ezek a történetek. Nagyon érdekesek lehetnek ezek a konzultációk, hogyha személy megnevezése nélkül milyen katartikus élményeket tudott egy ilyen beszélgetés hozni, milyen példákat, mit tudom én. Most ugye mindegy halálról beszéltünk, de itt vannak alkoholisták, vannak szexfüggők, vannak kártyafüggők, stb. És ezek úgy élik, óriási bűntudattal élik az életüket. Hogy tudsz ezen segíteni? Ez egy nagyon csodálatos része a feltárásnak, amikor tele bűntudattal, önváddal, önértékelési problémákkal felkeres valaki, és egy pár óra beszélgetés után, amikor én megtapasztalhatom azt, hogy ő rájön, hogy nem tehet arról, például, hogy ő alkoholista. Amikor el tudja vonatkoztatni a problémájának a gyökér okát a saját személyiségétől, hiszen generációkon átívelő mechanizmusok okozzák az ő tünetét, az ő lelki rezdüléseit, akkor az a megkönnyebbülés, az egy csodálatos dolog megélni, és ez a felismerés, ennek van egy akkora ereje, amitől el tudják hagyni ezeket a káros szenvedélyeket. Én szeretetteljesen dolgozom fel a témákat, tehát mind a két oldal megtalálhatja benne a dolgát, én csak egy beszélgető társ vagyok, tehát így úgy érzem, sosem szereztem ellenségeket. De most, hogy beszélgettünk erről, tehát nem csak ilyen lelövéses, hogy például ez az autóbalesetes dolog, igaz? Igen. Hogy most visszagondoltam, hogy háromszor volt életemben ilyen komolyabb balesetem, igen, és a harmadiknál jöttem rá, hogy mit művelek magammal. És én is innentől, köszönöm szépen, megszakítottam ezt a szállat, és ez a lényege a dolognak. Igen. Ez a lényege, hogy mit műveltem én magam ezekben a szituációkban. És ez hihetetlen, hogy kimondod, megérzed, és onnantól fogva nincs hatása rád. És amíg egyszer meg nem éled, ez kedves néző, hogy egy ilyen felszabadító érzésed van bármilyen szinten kapcsolatokban. Miért reagáltam így dologra, és akkor őszinte legyen magaddal, ne akamut mondjad. Én nagyon sokszor voltam életeszében. Ha már fegyverről beszélünk, én régen volt, nagyon régen
még amikor az egóm is élt keményen, én jártam vadászni, imádom a természetet, nagyon ritkán lőttem én a puskámmal, viszont képzeld, hogy egyszer kiraktam a puskámat, és ez magától elsült, úgyhogy itt süvített a fejem mellett el a golyó. Tudod, és akkor úgy ezen nem is gondolkoztam rajta, és valószínűleg ez egy ilyen, az én nagypapámat elvitték az első világháborúba, a második világháborúba, a nagybátyámat második világháború, édesapámat második világháború, hazajöttek. Tehát nincs ilyen dolog, de közvetlenül ilyen fegyverállteli életveszélyben többször voltak egyébként. Igen. És hál' Istennek megúszták ilyen, és valószínűleg ez volt az én szituációm is ebben. Nagyon okosan, igen, igen, ez nagyon, nagyon ügyes felismerés, a tudattalan létrehozza azt a körülményt, amiben az ősök túléltek, hihetetlen. Igen, csak hogy tanul belőle, tehát nem úgy fogja, hú, ezt megúsztam, hanem miért történt ez a dolog, miért és az, hogy minden, tehát hogy van egy nagyon érdekes kép a könyvedben, akkor ezerféle kis pöcs van az életedben, igen. Ezek mind ráutaló dolgok, és amikor össze tudod húzni a vonalakat, és kialakul belőle egy tökéletes kép. Az egy szabályozó rendszer. És mióta foglalkozol? 2 évet mondtál, de ez nem 2 év, amiről te itt beszélsz. Nem, hát az embernek van egy útja, amíg tanul. Évek, hát ugye ez a születéstől, de hát pszichológiával nagyon régóta foglalkozom, az alapvégzettségem pedig biológiai, és hát egy 3-4 éves időtartam volt az, amikor én már is sejtettem, hogy miről lehet szó. Maga a könyv megírása az 2-3 év volt belül ebből, de egy olyan 3-4 éve kezdtem megsejteni, hogy mi lehet a megoldás. Mi kétféle módon szeretnénk támogatni téged. Tudni kell, hogy ezt magánkiadásba adta ki, nem adta oda egyetlen se ilyen nagy könyvkiadónak. Ez mindenkinek egyéni döntése. A pár könyvet, amit írtam, jó magam, és én se adtam oda senkinek, így is, aki érdeklődik utána, ez megtalálja. Hogy én most vállom, hogy a Viva Natura weboldalán, az a VNTV, az Viva Natura TV weboldalán is elérhető a könyv, illetve kiírjuk ide a te elérhetőségedet, aki közvetlenül akar tőled könyvet venni, vagy konzultálni, akkor hogy elérjen téged. És én egy év múlva visszavárnálak, és megnéznénk, hogy hány ilyen szuperlövés lesz az életedben, milyen nagy felismerések voltak ennek kapcsán, hány embernek tudtál ez ügyben segíteni, mert most szerintem elég sok embernek lesz aha élménye, és nagyon szeretném megtudni, hogy tudnál felismerni a saját életveszélyeit idézőben, hogy önvédelmi programját meg tudja csinálni. Ezzel nem csak te, elég sok pszichológus valóban ezzel foglalkozott már, de ilyen gyakorlati megoldás, és itt vagy pont ennek a korosztálynak, pont a legaktívabb korszakodban, ez egy nagyon szerencsés konstellációnak mondható, hogy aki akarja, az nyugodtan keresen téged, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És mindent elmondtam, egy év múlva visszavárlak, megnézzük, hogy mi volt ez az egész, jó? Köszönöm szépen. Én köszönöm. Köszönöm önöknek is megtisztelő figyelmüket. Ugye azt hiszitek, hogy egyszer ez a VNTV ki fog fulladni, és már semmi újat nem tud hozni, és higgyétek el, hogy már nem mi megyünk a témák után, hanem a témák megtalálnak bennünket, így találkoztunk most is így. Igen. És remélem, hogy ti is így láttátok, ahogy én is. Köszönöm viszontlátásra. Köszönöm, itt voltál. Köszönöm. Thank you.